Sziasztok srácok, Keeper vagyok. Úgy gondoltam, hogy csinálok egy ilyen vlog videót, ami leginkább arról fog szólni, ugye ami a címbe is szerepel, hogy hogy zajlik egy személygépjárműnek az átiratása, szín átiratása, és milyen lehetőségek, milyen opciók vannak. Ezt azért gondoltam, hogy megcsinálom ezt a videót, és ezt a címet is adtam ennek a videónak, hogyha valaki erről keres információt, akkor mindenképpen tudjon informálódni, mert rengeteg ilyen városi legenda, meg mindenféle tévképzet van az interneten, és rengeteg téves információ, aminek majdhogy nem én is perültem, mert amikor ugye irattam át a színét a kicsikének, vagy át akartam iratni, akkor ugye rákerestem az interneten, hogy mégis hogy lehet ezt megoldani, és tényleg eszméletlen sok téves, fals információ van, és tényleg ezeket szeretném így eloszlatni, ezeket a tév képzeteket. Ugye nagyon sokan írtak, például van ez az oldal, ugye ez a, mi a címe? Gyakori kérdések, ugye, nevű oldal. Azon is például olyan dolgok voltak, hogy csak ugye el kell menned az okmányirodába, és új forgalmit kapsz, és akkor átírják. Mindenféle hülyeség volt, ami teljesen fals. Úgy zajlik ennek a menete, hogyha át akarod iratni a színt, és ez tényleg, hogyha valaki erre rákeres, akkor tudjon informálni, arról szól ez a videó, és szeretnék azoknak segíteni, úgyhogy egy kicsit rendhagyó a csatorna szemszögéből. Na, úgy zajlik ez az egész, hogy ha át akarod iratni a színt, akkor kettő opciód van igazából. Semmi más, kettő lehetőséged. Az egyik az, hogy ezt akkor teszed meg, amikor műszakira viszed a kocsit. Vagy amikor lefesteted a kocsit, akkor elviszed műszakira, ugye egyértelműen. Mert hogyha műszakira viszed, akkor a műszakin be tudják jegyezni neked a színváltozást, és ezt meg tudják csinálni bármilyen kihelyezett gyakorlatilag ilyen műszaki állomáson, magyarul mindenféle olyan szerelőnél is, ahol ugye műszakiztatnak. Ezt ugye meg tudják csinálni, tehát nem kell elvinned KPM-hez. Tehát akkor tök egyszerűen, ahol ugye leműszakiztatod, mondjuk elveszed a szerelőthöz, ahol ugye tudsz műszakiztatni, ott meg tudják csinálni a műszakit, és akkor kapásból már ugye az új forgalmidba beírják az új szint. Tehát nem kell elvinned KPM-hez. De hogyha te neked nem, nincs kedved elvinni ugye műszakira, vagy pedig úgy vagy a dologgal, mint én, hogy még több mint egy év vissza van ugye a műszaki vizsgámig, akkor ugye nem biztos, hogy érdemes egy friss műszakit rakatni rá X összegért, mert igazából van még több mint egy év, akkor minek vidd el ugye műszaki vizsgára. És ugye a vizsga, műszaki vizsga, ez lenne a kulcs szó, hogy műszaki vizsgára nem kötelességet elvinni ahhoz, hogy ugye átörösd a színt. Viszont, hogyha át akarod iratni csak a színt, és nem akarod műszaki vizsgára vinni, ugye az előbb elmeséltem, hogy hogy működik a műszaki vizsga, ugye azt akárhol megcsinálhatod, nem kell a KPM-nél, hanem kihelyezett, vannak ezek a vizsgabázisoknak nevezett egységek, ott is meg tudod csináltatni. Viszont, hogyha ezt nem akarod megcsináltatni, tehát nem akarsz új műszaki vizsgát, és új műszakit ugye az autódra, akkor más nem tudsz csinálni, mint hogy szépen elmész a megyédhez, vagy a megyei KPM-hez, vagy nem is tudom, nem is KPM-nek nevezik, hanem most, hogy nevezik ezt? Milyen hatóságnak, közútkezelő hatóság, vagy nem tudom mihez, ugye, ahol a műszaki vizsgát is csinálják, oda elviszed, és ott szépen oda jössz a hölgyhöz, ugye, vagy úrhoz az adminisztrációnál is bejelentett, hogy szeretnéd a szín átírás miatti műszaki szemlét kérni. Úgyhogy ugye semmiképpen nem úgy működik, hogy az okmányirodába bemész, és akkor neked fogják azt átírni bármiféle műszaki szemle nélkül. Ez nem fog megtörténni. Hogyha nem viszed el műszaki vizsgára, ahogy mondtam, ugye előzőleg, ugye az az egyes számú lehetőség volt, akkor el kell vinned műszaki szemlére, és ezt nem tudja más megcsinálni, mint a KPM, vagyis a közútkezelő hatóság, ugye? Nem is közútkezelő hatóság, hanem minek nevezik ezt? Arról sem tudja, tudjátok, aki a forgalmit mindig el szokja venni. Na, oda szépen bemész, és akkor kérsz egy műszaki szemlét.
ugye, és a szemle tárgya az az lesz, hogy színváltozás. És na, eddig én eljutottam ugye a kutatások során, ugye itt az interneten, hogy na végis, ugye ez úgy működik, hogy ide el kell nekem vinni, és akkor volt bennem a para, ugye, hogy na most akkor mi lesz az autómmal, mivel ugye ha műszaki szemlére viszed, akkor általában ugye nagyon meg szokják nézni, hogy mi az illegál rajta. Ugye hát a KPM-hez nem szívesen viszed az autódat, hogyha vannak illegális dolgok, mert ugye hogyha már például egyértelműen ugye az úton megállítanak, és vannak rajta olyan dolgok, amik ugye nincsenek bejegyezve a forgalmiba, és nem szöggyári az autód, akkor ugye elvehetik a forgalmidat, és nekem ezen az autón, most egyébként azért vannak rajta ezek a nagyon gyárinak kinéző nagyon útvörfelnik, mert ugye ezzel vittem, ma voltam én ezen a műszaki szemlén, és akkor ez úgy működik, hogy igen, ezt kérelmezed, és akkor ugye behívsz. Nekem úgy működött, most ezt szeretném a saját tapasztalataimat ugye elmondani. Nekem ez úgy működött, hogy ugye megmondtam a hölgynek, hogy mit szeretnék, ők kitöltöttek egy papírt, be kell fizetni 1770 forintot. Ez az 1770 forint ugye ennek a műszaki szemlének a díja, tehát akkor ez ugye nem műszaki vizsga, ez műszaki szemle. Ugye ezt leszögezem, ezt elmondom többször is, mert biztos vagyok benne, hogy visszakérdeztek még így is. Tehát ez a műszaki szemle, ez megtörténik, ez úgy történt nálam, és ez ahány ember annyi féleképpen mesélte el nálam, ez úgy történt, hogy bevitték a garázsba az autót. Ugye előzőleg nekem már elmondták itt a KPM-nél, hogy én nekem semmilyen körülmények között én ne vigyem oda, hogy ilyen nagyon extrém illegális dolog van rajta, például ültetés ne legyen. Ne legyen, és mindjárt el fogom mondani, hogy miért ne legyen, mert ugye, és ne legyen olyan felni, ami nem illik rá, ne legyen rajt, ne legyen fóliázva az üveg illegálisan, ne legyen semmi olyan dolog, ami nem legális és nem szöggyári. Ugye KPM-hez az ember azért van annyi esze, hogy nem úgy viszi oda az autóját, hogy itt olyan 18-as felniker viszel, vagy 18-as felniker viszel Golf 3-ast, hanem ami nagyjából úgy ráillik, meg ugye nem carrákopott gumikkal, bár én megmondom őszintén, ezt most én úgy vittem oda, halljátok, hogy körülbelül 1 mm-es gumik voltak, és ebből is látszik, hogy annyira nem durva ez a műszaki szemle, hanem igazából úgy menne, arra mentek rá, ami valóban fontos volt, mármint igazából nem csináltak más, bevitték a műhelybe. Nekem a kipufogom az nem gyári. Ez abszolút nem gyári, ez nem annyira nem gyári, meg ráadásul nem, hogy beíratva forgalmiban nincs, hanem még semmilyen papírom nincs róla, tehát, és iszonyatosan hangos, nagyon durván hangos, és úgy mentem be, hogy tudjátok, amikor egy ujjal nyomott szinte a gázpedált, és mégis bementem egy ilyen csarnokba, ahol körülbelül elférne 20 autó, és zúgott az egész csarnok, és gyors begurultam, szinte egy ugye alapjáraton, de még úgyis ugye dörr meg, mint a disznó, és akkor leállítottam, jó, mondom, oké, most csönd van. Akkor annyit csinálnak, ugye, hogy megnézik az összes motorszámodat, megnézik a motorszámodat, az alvásszámodat, ezeket lefényképezik az autódat mindenféle szögből, ugye, mert most már ugye ez ugye műszaki vizsgán is van egyébként, mert hogyha te nem is látod, de ugye fényképezik, és más nagyon nem néznek, elindítják az autót, megnézik, hogy ugye a műszaki állapota, ugye felmérik, szemrevételezik, hogy a műszaki állapota azért megfelele az, mondjuk ugye az előírásoknak, de ugye nem csinálnak olyan részletes vizsgálatot, mint egy műszaki vizsgán. Szóval annyira nálam nem volt az, hogy be kellett szarnom, hogy gyakorlatilag fékeket, meg lengéscsillapítót, meg ilyesmiket nem nézegettek. Szerencsére a kipufogóm és se szóltak, én ezt leginkább annak tudom be, hogyha ilyenre viszitek az autót, biztatlak benneteket arra. Nekem, amikor felhívtam a diszpécsert, hogy erre szeretném vinni, akkor elmondta, hogy ne vigyem, a lehető csúcsidőben ne vigyem az autót. Én szeretném javasolni, hogy vigyétek csúcsidőbe, de én még ezt tovább gondoltam, mivel ugye a leginkább a kipufogom miatt, meg a gumim miatt nem szerettem volna, hogyha nagyon turkálják az autót, nem az lett volna a célom, hogy arra viszem az autót, és akkor elvétetem a forgalmimat ott helybe. Én úgy vittem oda az autót, 14:30-ig voltak
addig volt ugye az ügyfélfogadás, és én 14 óra 29-kor vittem oda az autót, és akkor bementem, és akkor mondtam a hölgynek, hogy színátírás miatti műszaki szemlére hoztam az autót, és akkor így összenéztek ott a kollégákkal, hogy még belefér. És akkor mondta, hát jó, akkor gyorsan, nagyon gyorsan járjon be ebbe a műhelybe. És akkor tényleg úgy voltak vele, hogy gyorsan lefotózták, és akkor menjél már, mert már vége van, már pakolnánk, már amire végeztem arra például az, aki az adminisztrációt intézte, hogy az már ott se volt, ott már akkor a vizsgabiztos adtak oda a papírokat, gyakorlatilag ott már ilyen záróra környéki állapotok voltak, úgyhogy hogyha ilyen van, akkor azt mondják, hogy ne vidd csúcsidőbe, de szerintem vagy csúcsidőbe vidd, vagy zárás előtt pár perccel, úgyhogy akkor talán így jobban megúszod a dolgokat, ha illegális dolgok vannak rajta. Nálunk a csoportban egyébként van egy ilyen tuning autós csoportunk, ott volt egy srác, ő mondta, hogy őnek úgy volt, hogy egyébként ültetve oda ment, és akkor mondták neki, hogy akkor fáradjon ki innen, mert ez így nem megy. Gyakorlatilag nagyon feltűnő a dolgokat, abszolút nem fognak elviselni ott, mivel ugye fénykép készül az autóra, és akkor nem, valószínűleg nem egy illegális gyűltetéssel fogják lefényképezni neked az autót, amit utána ugye a rendszerbe fognak tárolni, és az alapján fogják megnézni, hogy gyakorlatilag milyen az autód. Még hogyha ugye vannak olyan illegális dolgok is nálam, mint a kipufogó, amit igazából azért egy fényképen nem olyan feltűnő, azokat talán még elnézik, ha jó kedvünk van, de szerintem ez megyénként változik mindenképpen. Na, úgyhogy erről akartam mindenképp beszélni ebben a videóban, hogyha valaki rátalálna a videóra, és ugye másnak is ez a problémája van, hogy át akarja iratni a színt, akkor ezek a megoldások vannak, amik legálisak. Nem, még most szeretnék kitérni egy-két nem legális dologra is. Ugye, amit elmondtam, egy friss műszakival megcsinálják mindenképpen, ott ugye, ja és ugye mindenképpen új forgalmit kapsz, mert most már nem úgy van, hogy kihúzzák a forgalmitból a régi szint, hanem, és odaírják ugye, hogy mit tudom, zöld, hanem ugye mindenki új forgalmit kapsz, úgyhogy mind a két eljárásnál ugye, hogyha új műszakival csináltatod, meg az az egyik lehetőség, ugye teljesen friss műszakit kapsz 2 évesen, elviszed műszakire, és akkor ugye átírják, és új forgalmit kapsz, akkor is ugye 6000 forintos díja az mindenképpen megvan, plusz a műszakid, ugye, hogyha a műszaki szemlére viszed, akkor meg ugye 1770 forint, plusz ugye 6000 forint lesz ugye az új forgalmidnak a díja, amit ugye mindenképpen ki kell fizetned. Igen, szóval ez mindenképpen így játszik. Amit még akartam mondani, most akkor térjünk ki a nem legális dolgokra. Ugye ez a kettő volt a legális dolog. Hogyha esetleg ezt nem akarod megcsinálni egyiket se, és vagy olyan bátor, akkor csinálhatod azt ugye, hogy jársz így. Én is csinálhattam volna azt, hogy járok úgy, hogy gyakorlatilag nem iratom át a szint, hanem fogod. Jó, valamit el akartam még mondani erről, hogyha kékről kékre fested, vagy zöldről zöldre, és de teljesen más ugye a szín hatása, azért is szólt a rendőr. Úgyhogy az alapszínek vannak benne a forgalmidban, de ez nem jelenti azt, hogy te mondjuk, ha neked ilyen atom sötét kék autód van, mondjuk egy ilyen szinte fekete, és azt fogod, ugye lefestett babakékre, nekünk a csoportban van egy ilyen srác, aki babakékre festette, akkor is fog érte szólni a rendőr, ezt ne gondoljátok azt, hogyha kékre a kékre fested, és teljesen merőbe eltérő szín lesz az autód, akkor nem fog érte szólni a rendőr, mert fog érte szólni, mert ugye az adatbázisban a műszakin elkészült kép az nem ugyanaz a szín volt. Hiába forgalmitban az van beírva, hogy kék és 7-es mondjuk, vagy 8-as, mert ugye gyakorlatilag van 10 alapszín, ami játszik, és akkor azok vannak beírva a forgalmiba, de attól még ugye a rendszerbe tárolt kép az nem fog egyezni az autóddal, és azért nem fognak örülni neki, nem biztos, hogy meg fognak büntetni, vagy nem tudom, hogy mi fog történni, de ugye ezért van a fotózás a műszaki szemlén is. Na, akkor ezt még el akartam mondani, és akkor most térjünk ki a illegális dolgokra, amivel meg tudod játszani azt, hogy nem iratod át a szint. Én is gondolkoztam rajt, hogy azt megcsinálom, hogy ugye nekem még több mint egy éven van vissza műszakig. Ugye műszaki szemlére, hogyha nagyon necces az autód, mármint nagyon-nagyon illegál tuning, akkor nagyon nem érdemes elvinned.
mert ott valószínűleg, hogy akkor nagyon csúnyán rá fognak venni a seggedre, ha nem is fogják elvenni a forgalmidat, de el fognak onnan zavarni. De rosszabb esetben ugye el is vehetik ott a forgalmidat, mert miért ne vernék el? Mert ugye ha úgy működik ugye ez a rendszer, hogyha nem gyári a... Gyakorlatilag gyárinak kell lenni az autódnak, hogyha bármi nem gyári van, akkor ez ugye be kell iratnod a forgalmiba, nincs beíratva a forgalmiba, akkor ugye ez nem legális, és ezt nevezik ugye illegális tuningnak, meg módosításnak. Igen, és akkor ugye tudtam volna azt csinálni, szóval akkor nem tudod elvinni ugye erre a KPM műszaki szemlére, hogy ugye átirasd, akkor nem iratod át. Gyakorlatilag nem viszed el erre a szemlén, akkor azt kell csinálnod, hogy fogod, és úgy hagyod. Gyakorlatilag én azt csináltam volna, ugye, hogy így jártam volna vele, és akkor, hogyha egy rendőr megállít esetleg, így jártam volna vele első műszakig. Ezt leszögezem, az első műszakig, mondjuk, ami lett volna nekem 1 év, 1 hónap múlva, akkor irattam volna. Ugye műszaki, valahogy mondtam, akkor ugye megcsinálják mindenképpen, nem kell külön elvinned KPM-hez, hanem a kihelyezett mondjuk vizsgabázisokon ugye ezt meg tudják csinálni, akkor ugye, hogyha műszakival együtt csinálják, műszaki vizsgával együtt, akkor ugye én is vártam, arra gondoltam, hogy várok vele, és akkor annyit tudsz csinálni, hogyha megállít a rendőr, hogy annyit mondasz esetleg, hogy ezt biztos úr, ezt tegnap előtt fújtuk, vagy fújták, most hozom a fényezőtől, és hónap utánra megyek a KPM-hez műszaki szemlére. Hát esetleg, hogyha látja, hogy felvilágosult vagy az ügybe, akkor el fogja hinni neked, de ez nem biztos, és ez nem is, ez ugye megint rendőr függő, hogy egyáltalán mit hiszel neked, vagy mit nem. Szóval ezeket a dolgokat tudod ezt megcsinálni, hogy vagy nem iratod át, és akkor ezzel így bevallod, hogy ezt csinálod, vagy pedig ugye műszaki iratod át, ami műszaki vizsgán iratod át, ami ugye mindenképpen akkor nem plusz költség gyakorlatilag, csak ugye a forgalmi díja, meg ugye nem kell, akkor a nagy előnye ugye, hogy nem kell elvinned a KPM-hez, hogyha nagyon tré az autód, akkor ugye KPM-hez nem érdemes elvinni, mert akkor nem szeretik. Vagy pedig ugye azt csinálod, hogy elviszed a műszaki szemlére, és akkor bevállod azt, hogy esetleg belekötnek valami olyanba, ami nem is a színátíráshoz kapcsolódik, de mégis ugye rácsapnak a seggedre. Na, jó van, igazából ennyit akartam. Ez egy ilyen nagyon különálló videó, igazából csak erről a témáról beszéltem, és ezt azért akartam, ahogy elmondtam az elején is, hogy felvilágosítsam itt az embereket, akik rákeresnek erre a témára, hogy tudják, hogy mire számítsanak ez ügybe, is ne tévesszék el a dolgokat. Na, köszönöm a figyelmet, jók legyetek, csumi csőcsá!